Szabó Győző nem csupán kiváló színész, de remek szakács is, és ő is osztja azt a nézetet, hogy a piacozás ismét divatba jött, és a vásárlók is jobban odafigyelnek arra, hogy egészségesebb élelmiszereket vegyenek. Ma reggel Szabó Győzővel a Hold utcai piacon találkoztunk, ha minden igaz, Csehi András kollégámmal már túl vannak a bevásárláson, hogy valami finomat és egészségeset főzzenek nekünk. Jó reggelt! Na, mi lesz a mai menü, Andris? Jó reggelt kívánok! Egy csodálatos mizólevest fogunk készíteni, illetve különleges magnumokat, de hogy ez pontosan mi, arról majd Győző fog mesélni. A legfontosabb az, hogy mi már hajnalban keltünk, és túl vagyunk a bevásárláson, az a szerencs, hogy itt a Hold utcai piacon nincs olyan hideg, hát egészen pontosan meleg van. Jó reggelt, Győző! Hello! Győzőt nem tudtuk leállítani, annyira pörög, mindent bekapcsolt, mindent elindított. Én azt mondtam, hogy isteni mizóleves lesz, és magnum. Kezdjük a magnummal. Ezek a szimbó magnumok, ezeket tudják elképzelni, hogy ott van az a rizsfőző edény, abban készítjük el, ez egy ilyen sushi rizsfőző, csak azért kell, hogy az legyen, és fontos, hogy az legyen, mert ugye ezeket formáznunk kell tudni, a jászmény is szétesik, ezek bekerülnek, ott elkészülnek, hát elég sok gondol a rizs mosással és egyébben, és amikor ezek elkészültek, akkor a lényeg az ennek a steamu magnumoknak, hogy rétegeket csinálunk, és a rizst, ahogy látjuk, bármivel be tudjuk keverni. A fekete egy szépia tintás rizs, két rétegben látjuk, és közötte pedig lazac filé van, és avokádó. Minden prémium minőség, abszolút a tutiból dolgozunk. A másik pedig taramaikra, most ezt hidegen látjuk, ez most készült el, közötte megint csak lazac. A taramaikra az egy nagyon érdekes rózsaszín ikra, nagyon-nagyon finom, közötte megint csak lazac van. De ezekkor ilyen halas feeling, ugye? Ez a halas feeling, de van más feelingünk is, mert ugye itt látható, ez a disznótoros, ezt tegnap egy nagyon kedves séf barátommal találtuk ki. Az alsó réteg az májas hurkás rizs, ilyen krémes rizs, a másik, a teteje az véres hurkás rizs, közötte pedig sült kolbász tojás van, és bekerül ez kérlek szépen ide a gőzbe. Ez a koncepciónk, hogy ez a klasszikus gőzölő. Ebben a gőzben készülnek el, és ahogy beraktuk, innentől kezdve ezek az órák mérik, amikor van a rendelés, hogy mi. Most én nyitok egy órát, 6 perccel, illetve elfelejtettem már nyitani egy órát, mert már beraktam az adás kedvéért 3 perccel, hogy elkészüljünk még a bejelentkezés alatt. És ezeket fogjuk mindenféle szinten és szépen is, ugye én a képzőfőiskolán végeztem, annak grafikusként, itt próbálom egy kicsit, szeretem a távolkelti dolgokat, sokan azt hiszik, hogy valamit a sushi, de mégsem az, annyiban, hogy rizs alapú a történet, de akkor ezen az alapon a bácskai rizs, a sushi egy ázsiai étel. Na most is van ez a, mindjárt amikor tálásra érkezünk a disznótól, és ezt tegnap találtam ki. A mizó leves, ez a különbözőképpen néz ki, nagyon sok fajtát, nagyon sokféleképpen csinálják, engem egy japán séf, egy barátom meg tanított, hogy kell az igazit készíteni. Persze annak is olyan fázisai vannak, most a szállított tőke, ha te otthon mozsárra szépen leölöd, az egy másik történet. Én amit készítek, és az mindenhol alapban van, ne azokat ne. Azok csak kell az címkézzel, hogy mi micsoda, hogy a hűtőben. Újhagyma. Na ezek kerül ugye tofu, újhagyma, tojás, Tojgli. És most kézzel sem, de ezt nem így szoktuk, csak itt így. Ez vakame alga, ugye? Erre a mizó leves az mindig frissen készül, mindjárt mutatom, ez egy ilyen leves melegen tartó, elég tartalmas így a leves, szoktunk egyébként lazacot is bele tenni, és amikor ezzel készül, a tálalás előtt, egyébként nagyon szeretik a vendégek, mondták, hogy sok mizót tettek, de ilyet még sehol, és most jön a igazából a vége, hogy én, és csak is itt a piacon, vazabis borsót meg van bolondítva vele. Szórok a tetejére. Így a vazabi, 2 percünk van, Győző, muszáj megmutatnunk a magnumokat. Jó, igen. Sem mutatok egy dolgot. Mert azért a magnum az mégiscsak magnum. Jó, oké. Akkor hogy ez a mű itt. Ezt elhúzzuk. Így. Itt a történet, most akkor... Szóval ezt ki lehet próbálni egyébként otthon. Másodperc már kész is vagyok. A Győző kicsit rákészült mindenre, hogy azért meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek. És itt akkor ott van, oda helyeztük a magnumot. Úgy. Jó, ez itt van szépen rajta most. Ez már szépen melegen. Mangó szósz kell a két oldalára. De most nekem itt kapkodnom kell egy egész más sztori. Jó, és akkor tetejére még teszünk egy kis... vakame algát, így megy a kedves nézőknek, hoppá, bocsánat. Így akkor még egyet gyorsan megmutatok, hogy néz ki a disznótoros, jó? Hát egy percünk van, szerintem egy perc alatt simán meg. Ez egy ilyen különleges káposzta. Elzászi káposzta, ami azon túl, hogy káposzta, akkor van benne egy kis bacon, hagyma, ez az amaz. És akkor most párolva, vagy van párolva. És akkor erre rárakjuk. Rá kell ez a bizonyos disznótoros.
ne kapkodjak, jó, és a tetejére még teszünk egy, mondjuk egy nyelvet, és egy kis tetezsen, így. Ez a mi koncepciónk. Egyébként itt a taramásod is úgy készül volna, egy gyorsan egy másodpercre kirakom. Hopp, ez a kapkodás, oké. Okay. Mennyi van még? Még fél percünk fél van. Fél perc, oké. Okay. Ugyan, hogy rákerül. Tanácsol, hogy a kapkodásban persze így vagyunk. El is egyébként szoktunk egy kis... De szerintem simán megvan ez a részidőben. Pit stopban. Langosszózt, így. Gyönyörű. Tessék. Gyönyörűen nézünk ki. Így Győző, ezek záró kérdés. Egészséges, ez volt a záró kérdés, hogy mostanában az emberek nagyon sokat foglalkoznak az egészségükkel, igen. És akkor, ha ilyeneket kóstolnak, ez abszolút belefér ezekbe a dolgokba. Abszolút belefér, te mondom, teljesen tiszta ételek, nem használunk semmilyen tartósított vegyszert. Egyebeket minden itt készül. Gyönyörűen. És hát ugye bármilyen fura is meglepő, ebből kettőt megeszek az ember, harmadikat biztos, hogy jól lakik. Tehát ez ránézéstek kicsinek tűnik, vagy ilyen előétel kategóriának tűnik, de ez nem az, ez nagyon laktat. És olyan finom, és exkluzív, és különleges az dolog. Az biztos. Köszönjük szépen, Győző. Hát a gondolják, próbálják ki otthon, de inkább azért kérjék meg Győzőt, hogy csinálj ilyen finomságot, egy magnumot önöknek. Studio. Hello.